A Sey János Egyetem tanszékvezető oktatója és a Fórum Kisebbségkutatóintézet igazgatója történésze Simon Attila a szlovákiai magyar nyelvű oktatás támogató tevékenységéért részesült a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjában. Olyanok adjak, akire felnézek, hiszen a Pedagógus Szövetségben számos kitűnő kolléga dolgozik, akit ismerek, és örülök a díjnak. Simon Attila a Rimaszombathoz közeli Bátkában járt alapiskolába, jeles tanáregyéniségek példája irányította őt a pozsonyi Comenius Egyetem magyar történelem szakára, ahol 1989-ben szerezte meg egyetemi oklevelét. A legtöbb ember esetében meghatározóak a pedagógus személyiségek, tehát azok a tanítók, tanárok, akikkel a gyerekkorunkban találkozunk, és akik nekünk olyan mintát, példát mutatnak fel, amelyet utánozni akarunk, és hát nekem is voltak ilyen tanáraim Bátkában, Balogalmosra emlékeznék, aki földrajzot és természetrajzot tanított, de másokra is, akik számomra nagyon sokat jelentettek, és akik valószínűleg engem ennek a pályának a szeretetéhez vezettek. Jelenleg a Sey János Egyetem tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutatóintézet igazgató történésze. Ez a két dolog, ez nálam nagyon szorosan összekapcsolódik, úgy is mondhatnám, a kutatás és a kutatási eredményeknek az átadása a következő generációk számára, ez én számomra elválaszthatatlan egymástól. Több szakmai kötet és tankönyv szerzője. A legfrissebb könyvében a trianoni döntéssel szorosan összefonódó 1919-es, 1920-as csehszlovákiai eseményeket elemzi. Úgy véli, a pedagógus akkor hiteles, ha nem rejti véka alá azt, hogy ő is ember, aki tévedhet, ő is ember, aki egy életen át tanul. Én azt gondolom, hogy a tanárnak őszintének kell lenni. Tehát nem szabad másnak lennünk benne a teremben, az osztályteremben, mint amilyen a valós életben vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, magunkat adjuk, akkor az már fél siker. És ez az őszinteségnek ki kell terjedni arra is, hogy tanárnak be kell ismerni, hogy ő sem minden tudó, nem tud mindent, nem tudhat mindent. Ennek az ódiumát is fel kell vállalni, ami egyébként egyet jelent az együtt gondolkodással a diákokkal. Simon Attila soha nem volt tagja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, de a céljaival mégis több szálon azonosult, a céljait segítette és a jövőben is segíteni fogja.